Sziasztok, üdvözletem ismét innen, Kunhalom. Itt az elágazás. Múltkori vonalbejárás másodhalom fele történt, most Pusztamérges fele indulok el. Nem biztos, hogy eljutok Pusztamérgesig, sőt valószínűleg nem fog sikerülni. Ugye délutánra vissza kell érjek, hogy a vonatot elérjem. De hát megyek, ameddig tudok. Domaszék az biztos meg lesz, az innen 3 km. És ott van egy kisvasúti kiállítás is. De ha nyitva van, akkor még azt is megnézem, bár úgy tudom, hogy a voltállomás épület udvarán is vannak kiállított járművek, tehát az biztos fogom látni, ha maga a kiállítás nincs is nyitva. Aztán majd Domaszék után elindulok kifele, és hát ameddig sikerül, addig eljutok. Pusztamérgesig valószínűleg nem fog sikerülni. Ugye bele kell azt is kalkulálnom, hogy vissza is kell jöjjek. Ezt nézzétek, erre fele kell menni. Kisvasút az erre ment tovább Domaszék fele. Tehát itt a földút nem pontosan követi a nyomvonalat, de úgy nagyjából 90%-ban megegyezően. Hát gyakorlatilag pont ott épült egy felüljáró, ahol át lehet jönni az autópálya fölött. Hát itt meg van egy kereszt, meg egy harang. Itt így a puszta közepén, tehát a tanyavilágba. Hát látjátok, itt a kisvasútnak ezzel kellene versenyeznie, tehát szerintem, hogyha még meg lenne, akkor egy 60-as sebességgel, ami azért már nem számít egy olyan de soknak vasúton, bár kisvasúton jó. Azzal még így is versenyképes lehetne, mert ott látják a háttérben a földúton pattogó Opel, mert az se tud gyorsabban menni, meg az MTZ-traktor, ami egyha... És itt ráadásul eléggé sok homokot felholtak már a talajra, biciklivel se lehet rajta menni, mert belesüllyed a kerék és össze-vissza csúszkál. És hogyha itt van egy kiadósabb esőzés, mondjuk, vagy havazás, akkor szerintem még inkább nem lehet közlekedni, legalábbis személyi autóval nagyon problémás lenne itt, hogyha ez... Nézzetek meg ezt a vastakomokat, ha ez felázik sárdal, hát ott az autóval se lehet csak gyökkettővel menni, ha egyáltalán. Tehát akkor marad a traktor meg a terepjáró. Tehát itt azért még lehetne keresni valója a kisvasútnak. Mert ugye most visszaépíteni már valószínűleg nem érné meg ezért a rövid szakaszén, ami nincs kiszolgálva. Mert Domaszéken, meg már a településen belül van, oda meg már vezetközút. Hát aztán, hogy Domaszék után mi van Pusztamérgesig, azt nem tudom, de... Tehát, hogy tegnap láttuk az ásotthalmi ágon, hogy igazából Szent Mihály telettől egészen Módahalomig olyan helyen megy, ahol nincs kiszolgálás, tehát ott biztosan megélne még most is. GLS-es futár is itt küzd, mert... Itt errefele még házszámok sincsenek, csak helyrajzi számok, ez csak ilyen tanyavilági jelenség, de ezzel a GLS-es furgonnal is csak ilyen gyökkettővel tudott ide bejönni. Ott láttam, hogy igazából bicikli tolva is éppen csak megelőzött, és most éppen egy címet keres egyébként, de csak hát itt ugye se házszám, se semmi nincsen. És gondolom címnek is csak valami helyrajzi szám van, ami meg szintén nincs kiírva, úgyhogy itt aztán nehéz dolga van a GLS-nek, és viszont ott úgy látom már betonút felé közeledünk. És ezt nézzétek, egy kis érdekesség, hogy itt kereszt ezt a Bajai utat, a kisvasút, és egyébként a nyomvonal is adott, mert itt jött, és amit kereszt ezt az utat, és arrafele ment tovább, ott a nyomvonal még megvan. Hozzák a postát. Ja, hát igen, itt meg ez a bicikli út, amint tegnap jöttem vissza. Csak hát ugye ezt nem jelölték, meg itt sehol nem volt kiírva, hogy ott a körforgalomnál azért ott vége szakadt, tehát itt le kellett volna menni, és akkor rövidebb úton visszaérek, mert ott nem lehet átmenni az autópályán. A bicikli útot most pedig ott volt a felüljáró, hát aztán vissza kellett ide fordulni. Sőt, bementem egy másik földúton, ami sokkal szarabb volt. De hát, hogyha ezt tudom előre, akkor itt letértem volna, és akkor sokkal egyszerűbb lett volna. Ja, sőt, itt volt is megállója a kisvasútnak, Bajai Műút néven. Tehát az meg valahol itt lehetett szerintem, ugye a vasút itt jött, tehát valószínűleg itt volt valahol a peron. És egyébként buszmegálló is van ott arrébb, és annak is az a neve, hogy Bajai Műút. Akkor már szerepeljetek ti is a videóba, hogyha minden állon bele akartok ugatni. Tessék, na, most lehet valamit mondani, úgy van. És akkor irány tovább Domaszékre. Egyéb hozzáfűzni való? Hát erről jöttünk. Ez a nagyon nehéz sáros földút, nem is lehet rajta biciklivel menni, mert állandóan elsüllyed a kerék. És errefele ment tovább a kisvasút. Itt gyakorlatilag Domaszék határába ment végig.
Hát igen, mert akkor még nem volt ekkora a település, mikor a kisvasút épült, hanem így gyakorlatilag nem körben nőtte, hanem az egyik fele, itt a műút fele is terjeszkedett. És így kerül, de hát gyakorlatilag előbb volt itt a kisvasút, mint a település, mert akkor ez csak egy tanyaközpont volt. Sok egyébként most már önálló településnek nem is volt még akkor neve. Vagy legalábbis nem az, ami most, mint amikor azért külön váltak Szegedtől, hanem igazából ezek csak tanyaközpontok voltak. És a kisvasút azért kellett, hogy a közlekedést meg tudják oldani. Mert gyakorlatilag azért olyan közlekedés volt, mint most. Gyakorlatilag ilyen sáros földutak, amin igazából a lovasszekére lehetett kb. Közlekedni gyökkettővel, vagy sok helyen még azzal sem, el egy kiadósabb esőzés után tengelyig elsüllyedt. És itt van a domaszéki egykori kisvasúti állomás. És itt is vannak archív képek még így Szegeddől is, amikor ott a Roosevelt téren végállomásnál volt, és bizony itt van egy leírás is, hogy 30-50 km/h sebességre volt képes 1975-ben a kisvasút, mikor megszületik, ami keskeny nyomtávon nagyon is jó volt, és hát a MK48-asok is jártak akkoriban. És igen, és itt a pályánkat is felszedték, és amit az előző videóban mondtam, hogy az ország második fénysorompója, akkor az tényleg így volt, itt is írják, hogy kisvasúton viszont az első fénysorompó volt, és akkor mindjárt meg is megmutatom a állomás épületet is. És mondjátok, még egy MK48-as is ki van itt állítva egy tehervagonnal. Egy kicsit közelebb megnézem az M-as épület, és egy-két betonaljat is látok ott feldepózva. És úgy tudom, az állomás épületben is van egy kis vasúti kiállítás, hát majd közelebb megyek, megnézem. Na, ezt nézzétek. 1004-es MK48-as. Valószínűleg egyébként közlekedett is egykor a szegedi kisvasúton. Már ezt pontosan nem tudom. Egyébként a kisvasút.hu-n, csak hogy reklámozzam ezt az oldalt, mert egyébként nagyon érdekes és nagyon hasznos oldal. Ott van részletes leírás a járműparkról. És itt egy tehervagon is. Felmászt is a saját felelősség, de hát le van lakatolva a másik fele. Mögötte az állomás épület, a mögött pedig egy melléképület, gondolom, hogy árulaktál volt régebben. Ez sajnos a kiállítás nyitva, azért próbálok belesni. Képek a falon vannak, meg... Aha, meg ott a régi ásott halomtábla, amit látok. Fénykép, egy régi menetrend is van, úgy látom, egy vigyázz, hogy jön a vonattábla. Sajnálom, hogy nincs nyitva, és ezzel tájékoztatót se látok sehol, hogy mikor van nyitva, mettől meddig, stb. Tehát... Szóval volt egy link a Domaszék honlapján arról, hogy kisvasúti múzeum, de nem működik. Hát én megpróbáltam megnyitni már tegnap is, megnézni, hogy egyáltalán nyitva van-e, vagy hogy csak időszakosan nyit ki esetleg, de semmi információt nem találtam, mert nem működik az a link, és máshol sincs Domaszék honlapján fönt. Elkövök itt belestél, nem tudom, mi látszik. Én semmit nem látok így nappal szembe, talán a kamera az igen. Hát ennyi. Hát sajnos ez most csak ennyi lesz. Nem tudom megnézni, de majd, hogyha... Ha egyszer nyitva lesz, és tudok, biztos egyszer el fogok ide jönni megnézni. És Domaszék állomása maga teljes valójában. Itt mentek a vágányok. És valószínűleg így arra vezetett tovább a kisvasút. De mindjárt ránézek a térképet, de úgy emlékszem, hogy itt egyenesen ment. Követve itt az utat. És itt legalább már betonút van, itt jobban lehet haladni. Látjátok, a Domaszék itt a nagyon világ jellegzetessége, a homokkal leszólt földút, ami igazából csak arra jó, hogy ne lehessen rajta biciklivel menni. És egyébként ez az épület nekem gyanús, hogy lehet, hogy ez egy megálló volt, mert a kisvasút nyomvonal egyébként erre ment. Ez ilyen hasonlít, bár mondjuk az se biztos, hogy vasúti épület volt, mert tanyavilágban is több hasonló épületet láttam. Szóval a kisvasút az erre ment tovább. És nem sokkal később majd be fog kanyarodni a műút mellé. És egyébként itt volt egy pár megálló, a következő az Zsákányszék alsó lesz, aminek az épülete az úgy tudom, hogy megvan, és a GPS koordináták is megvannak hozzá, hogy az meg tudom találni. Egyébként van itt még egy pár. Ugye Domaszék után még ott van Kászonyi megálló, Kisisvánszék és Fodoltanya.
Hát ezek így nagyon egymás mellett vannak, de nem biztos, hogy bármelyik is megvan még. Vagy ki bármi nyoma van esetleg. Mert ezekkel semmit nem írnak még a vasútállomásokon sem. Hát itt egy kicsit még mindig talástalan vagyok. A térkép szerint itt ment a műút mellett. Hát egyrészt, hogy melyik oldalon, másrészt meg, hogy itt mente mellette. Vagy a műút helyén esetleg, még az is lehet. Ki tudja, hogy ez a út megvolt-e akkor, amikor még a kisvasút is. Hát minden esetben most csak a műúton tudok tovább menni. Egyrészt ott legalább rendesen lehet, mert szilárd burkolatú, hát másrészt viszont bicikli út nincsen, úgyhogy csak az út szélén, de eddig úgy vettem észre, hogy annyira nem forgalmas. Egyébként ezen a földúton, de jöttem, ez már nincsen homokkal felszólva, itt azért már jobban lehet közlekedni. Ezt nézzétek, itt vagyunk Kis István széken, és ahogy a tájékoztató tábla is írja, hogy a kisvasút is itt haladt el mellette, van is egy térkép, ami látszik, és hogy ez volt az iskola, igen. Aha. Vagyis hát nem ezt, hanem a másik épület volt az iskola épülete. És hogy itt volt a közelben Kászonyi megálló. Tehát igen, a kisvasút itt haladt a műút mellett. Hát ez volt az iskola. Ez ávol egy tanteremben működött, és mellette volt a tanítói szolgálati lakás. Ahogy a leírásból tájékoztató táblában, és itt haladt a kisvasút mellette. Tehát ezen a szakaszon, és valahol itt volt akkor a megállója is. Igen, meg gondolom, a kisvasút előfelépült, ezen a környéken ez megszokott volt, és akkor köré épültek települések, tehát iskolák, meg egyéb ilyen dolgok. Tehát a kisvasút itt előbb volt, és akkor nyilván odaépítették az iskolát, ahol a kisvasút megállt. Hát itt vagyunk, egy buszmegálló, annak az a neve, hogy Zsákányszék Fodortanya, és itt mintha kisvasút töltése, valami számít, hogy az a kisvasút töltése lenne, mert pont rajta van egy telefonpózna, bár az később is adatakadták mondjuk, de viszont ami érdekes, hogy mutatom a megálló neve, Zsákányszék Fodortanya, és ez az épület, ez lehetett Fodortanya. Ezek szerint megálló épület, tehát nem biztos persze, hát fentről ponton utána kell majd nézni ennek is, de minden esetre nagyon gyanús. Az biztos, hogy a kisvasút erre ment, és hamarosan Zsákányszék alsóhoz fogok érni. Már csak alig egy kilométer. És itt vagyunk Zsákányszék alsó egykori megállóhelyen. Buszmegállót is így hívják, az épület is megvan, csak némiképp már át lehet alakítva, azért rá lehet ismerni. És bizony a kisvasút az itt ment. Itt már valószínűleg a műút mellett, és valahol itt a kerítés vonalába. És itt voltak a mellékvágányok az épületnél. Nem tudom, jobban megmutatni, nem látszik. Na talán innen esetleg. Kántok, itt van a buszmegállót is Zsákányszék alsónak hívják, hát innen azért lehet következtetni. És egyébként itt a fás résznél mentek a sinek egykor, és valahol is még volt egy ilyen áruraktár is, tána, és innen viszont, tehát itt a háromvágányos állomás volt, itt volt a váltókörzetnek a vége, és innen ment tovább. És közben itt erdefele elkanyarodik a kisvasút, tehát itt ezen a földúton kell menni. És egyébként a Zsákányszék alsó épület lakott, és ráadásul a lakó itthon volt és barátságos volt, és el is mondta, hogy... Tehát úgymond akkor az előző tulajdonos az mesélte attól, hogy itt mik voltak, tehát pontosan tudta a mostani ott lakó is milyen épületbe. Még viszont az a régi farészes ilyen terasz, az azért nincs már meg, mert az összedőlt egy pár évvel ezelőtt, és olyan drága lett volna helyreállítani, hogy nem tudták bevállalni, ezért épült az a téglából kirakott toldát. Találtak a kertbe, ott a vágányok helyén még ágyazatköveket. Hát akkor erre fele tudunk menni. Ugye itt végig a földút helyén ment a kisvasút. Azt a Zsákányszéknél vagyunk. Ez volt az egykori állomás épület, és itt jött a kisvasút. Előtte itt voltak a sinek. Erre fele meg haladunk tovább. És itt jött egykor a kisvasút ezen a földúton. És erre fele irány a műút fele. Az Ákány iskola megálló lesz a következő. Elméletileg az épület megvan. És a buszmegállót is úgy hívják, tehát valószínűleg tehát meg lehet majd találni. Közben itt egy másik biciklistával beszélgettem egy darabig, mert itt a környékbeli tanya lakott, és erre tolta a bicikli, és ő is mondta, hogy hát ők se örülnek neki, de itt a traktorosok szokták így homokkal felszórni.
a földutat, viszont ez tényleg azzal jár, hogy nem lehet biciklizni rajta, mert egyszerűen belesüllyed a kerék a homokba, és össze-vissza csúszkál. És se normális utat nem csinálnak, de még a földutat is tönkreteszik azzal, hogy felszórják homokkal. Na és itt a kisvasút úgy jött, hogy itt egy évvel fordult el a közútra, és a közút másik felén ment. Szerintem bár ez még az, vagy ez térképes, se lehet rendesen belőni, hogy végül is melyik részén ment, bal vagy jobb oldalt. Következő megálló pedig Zákány iskola lesz. Zákány iskola megálló. Csinek valahol itt jöttek, és szembe ez az épület, ez vagy az iskola volt, vagy a megálló. De errefele kell tovább menni, és itt egy alabig követi a közutat, aztán valahol Ruzsa előtt ugye elkanyarodik felőle. Hát meglátjuk, hogy ott milyen út lesz, de megpróbálom követni, és terveim szerint eljutok Ruzsáig. És itt vagyunk Ruzsa vágó megálló helyen. Az a kisvasút valahol itt ment, vagy a másik oldal, de itt abban a térkép az biztos, hogy a műút mellett ment. És hát épület az nincsen, ami kicsit is hasonlítana akárcsak kisvasútihoz. De a megálló az valahol itt lehetett, ahol a busz megálló is van, hát nem véletlenül hívják ezt is úgy, ahogy. És hát ez 34 km eddig, és puszta mérges van 45-re. És még egy kicsit a műút mellett megy a kisvasút, utána fog letérni. És ezt nézzétek, innen jött a kisvasút, és arra fele haladt tovább, arra van Ruzsa. Irány Ruzsa fele továbbra is, hát szokott anyasi feeling itt a kisvasút ezen szakaszán. Hát itt ezt a tanyavilágot se szolgálja ki semmi, mióta nincsen kisvasút. Viszont ezen az ágon annyival jobb a helyzet, hogy azért a környékbeli településekhez vezet közút, tehát Ruzsára is, Zákányra is vezet. Tehát végül is azok ki vannak szolgálva, kisvasút nélkül is, tehát igazából a másik oldal volt az, amelyik jobban megszenvedte a kisvasút bezárását. És meg is van, itt vagyunk közben Ruzsán, és a kisvasút arról jött, és itt már a mellékvágányok voltak valószínűleg, mert ez volt itt az állomásépület, és itt előtte itt mentek a vágányok. És innen még ment tovább pusztamérgesre, még 6 km, hát az most nekem kimarad, mert időben már nem fér bele. Hát majd egy későbbi projekt lesz, de hát innen már 6 km maradt vissza, az gyalog se egy nagy táv, úgyhogy legközelebb majd az lesz, hogy akkor pusztamérgesre lemegyek, vagy akár Ruzsára, átsüt a pusztamérgesre, vagy fordítva. Én akkor még nézzünk körbe az épületnél. Hát szerintem nagyjából meg is őrizte az eredeti állapotát, azért nyilván felújítás kapott, tehát ezek a vakolatdíszek megvannak. Valami még talán működik. Ja, orvosi rendelőben működik benne jelenleg, igen. Még lehet, hogy ezek a padok is eredetiek, ezek még a kisvasúthoz tartozhattak. De persze, csak feltételezés. Uh-huh. És innen talán jobban látszik az egész épület. És itt állok most jelenleg a vágányok helyén. Itt is egy több vágányos rendes volt, tehát ezt végállomásnak szánták. Aztán pusztamérges kérdésére hosszabbították meg addig, mert Ruzsa az még Szeged közigazgatási területéhez tartozott, pusztamérges pedig már nem. Tehát úgy tervezték, hogy eddig kiépül a kisvasút, aztán pusztamérgesnél, meg a ugye, közeli tanyavilág és pusztamérges összedobtak annyit, hogy saját önköltségen meghosszabbítsák pusztamérgesig a kisvasutat. Egyébként pusztamérges az még olyan szempontból is érdekes, ez ilyen kis számítástechnikai rének, hogy van a YouTube-on egy ilyen videó, lehet, hogy be is lakom ide, de lehet, hogy csak akkor, amikor már ténylegesen pusztamérgesít járom be, hogy 1989-ben, tehát figyelem, 1989-ben, ott olyan oktatás volt az iskolában, hogy ilyen mikroszámítógépeket vontak be az oktatásba, ilyen Commodore 16-osok, meg Commodore 64-esekkel dolgoztak, és ilyen basic programokkal, ilyen nyelvtan, meg matek, meg mindenféle tantályból ezek megvoltak, hogy azokon az aktuális példákat mutogatták be, ilyen Pitagorasz tétel kiszámítás, meg ilyen nyelvtan, akkor jött a számítógépen, akkor válasz ki, hogy akkor most pontosé, vagy y-osé, vagy egyszerű nyelvtani feladatok. Még az nagyon érdekelne, hogy ez mennyire vált be ez a projekt, és hogy használták-e utána, meg amelyik meddig használták. Mert ez akkoriban még, amikor számítógép sem nagyon volt sehol, hát háztartásokban sem nagyon volt még jellemző, hogy akár csak egy Commodore 64-es is legyen. Hát ez nagyon újdonság volt akkor. Tehát
digitális oktatásra még nem is hallott senki, amikor ott már ez megvalósult, mondhatni. Vagy legalábbis ez a számítás számítógéppel megtámogatott. És akkor elfele. Tehát innen jöttek a vágányok, hát ott nem azon a földúton fogok visszamenni szerintem, amiben jöttem, mert az több kilométeren keresztül le van szólva a homokkal. Ha a közúton megyek, akkor nyelek egy kis időt, hogy ott végig tudok tekerni, és nem kell tolni kilométereken át. És ezt nézzétek, itt van a utcafronti része az egykori állomásnak, és szerintem amúgy még ezek a melléképületek is oda tartoztak. És akkor ez a vonalbejárás, ez ennyi lett volna, viszont így ránézve a térképre, én néztem, hogy Kelebia közelebb van, mint Szeged, tehát most 15 kilométerre itt van Kelebia, és ott is föl lehet szállni a vonatra. Tehát akkor lehet, hogy inkább azt fogom csinálni, hogy mindjárt megnézem, hogy milyen út vezet arrafele, de hogyha nem túl gázos, akkor elmegyek Kelebiáig, és akkor is ott megvárom a vonatot. És akkor sokkal kevesebbet kell menni, hát igaz, hogy menet időben jóval több lesz, mert mire Kelebiából felszenvedi magát a vonat Pestre, hát főleg, hogy személyi vonatok vannak csak, kivéve a Szomjas Bandit, ugye, de hát az is igazából majd, hogy nem személyi, tehát a nemzetközi lassú vonat. Az se lesz fönt hamarabb, de hát végül is akkor már ráérek. És valószínűleg Kelebiát a személyi vonat megfelelőtt lesz, azon legalább konnektor van. Még akkor is, ha nem kényelmes. Úgyhogy akkor ez ennyi lett volna, most itt van egy kóp, az remélhetően nyitva van, hogyha nem, akkor majd keresek útközelboltot. Akkor veszek innivalót, ennivalót, aztán irány valamerre. Innen is tőle már hazafele, úgyhogy ez ennyi lett volna. Köszönöm, hogy megnéztétek. Még egyszer megmutatom az állomás épületet, a spotter biciklit nézzétek. Akkor ennyi. Sziasztok. Ezt nézzétek, hallgattam a Google-ra, hogy itt le lehet vágni a kanyart Kelebiáig, de azért nem mindig fogok, tehát most itt azt mutatja, hogy itt kerüljen meg azt a kanyart, viszont a földút az meg ugye egyenesen, és ugyanarra akarna rávezetni. Akkor most nem hallgatok rá, kockáztatok, és elmegyek erre. Végül is nem sok kilométerbe se, hát maximum visszafordulok, hogyha úgy van, és megyek arra, amit ő mondott. Kelebi a keleti személy. Sikerült jól kifogni. Van bicikliszállító. Király. És egyedüli biciklisként. És így nem kell feskézni. Mert látjátok, hogy itt van a full comfort. Ráadásul nincs rajta senki, úgyhogy itt rímán el leszek a keletéig, és se feskébe nem kell nyomodogni, és jól fölöttem. Úgyhogy legjobb. És már indulunk is. Hát innen még vagy 4 óra az út, mire ugye személyi vonalat az Kelebiától. Vagy most indultunk el Kelebiáról, de minden bokornál meg fog állni, úgyhogy ez még eltart egy darabig, mire fölérünk, de hát végül is idő az van bőven így a Szabi utolsó lapján.